Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jöjjenek játékhírek, vagyis jöjjenek csak Call of Duty hírek, most egy kicsit foglalkozzunk csak azzal, hogyha te még az a gamer vagy, aki egyáltalán ránéz a Call of Duty-ra, vagy esetleg játszik, ne, hogy Isten játszik a Call of Duty-val, akkor most arra már biztosan tudod, hogy a következő Call of Duty úgy néz ki, hogy második világháború lesz, ugye, mert hogy természetesen véletlenül kikerült egy kép, ami ugye az volt, hogy Call of Duty WW2, hát jó, még csak pletyka szinten fut a dolog, de úgy néz ki, hogy egyre biztosabb az, hogy tényleg a második világháborúban fog játszódni a Call of Duty. A kérdésem a következő, hogy látjátok ezt, hogy ez már csak egy ilyen kapálózás a Call of Duty részéről, hogy fennmaradjon valahogy, hogy így követi a trendet, amit értelemszerűen úgy néz ki manapságra már a Battlefield diktál, illetve a különböző ingyenes játékok, amik inkább a második világháború, első világháború érájában mozognak, és a Call of Duty is próbál felzárkózni, ehhez vagy van tényleg valami komolyabb stratégiai lépés, hogy második világháború mellett döntöttek. Én úgy gondolom őszintén szóval, hogy csak divatból döntenek amellett, hogy második világháború, de belegondolva abba, hogy egy játék fejlesztése mennyi évet vesz igénybe, tehát egy Call of Duty fejlesztése és 3-5 éves programot szokott elvenni, úgyhogy ezt a játékot többnyire valószínűleg már jó ideje fejlesztik, úgyhogy már előre gondoltak ők arra, hogy második világháború konkrétan, hogy azt visszahozzák. Na most, a következő dolog, ugye elmondok nektek itt egy kis, őszintén egy kis ilyen történetet. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Medal of Honor, Call of Duty 1, United Offensive, Call of Duty 2, ezek mind fantasztikus játékok voltak, és aki tudta, aki nem, de a Medal of Honor és a Call of Duty-t ugyanaz a csapat csinálta, akiket később Infinity Ward néven ismerhettünk meg. Nos, és éveket, tehát tényleg éveket töltöttem el azzal, és szerintem nem vagyok vele egyedül, hogy ezekkel a játékokkal játszunk, COD 2-ben rengeteg órát beleölve, és eljött az az adott pont nálam legalábbis, nem tudom ti, hogy voltatok vele, remélhetőleg leírjátok, tehát eljött nálam az a pont, amikor azt mondtam, hogy nekem elegem van a második világháborúban, a következő COD is második világháborúz, és megint második, már annyit játszott a második világháborúval, és amintán COD 4 után ezek bejelentették, hogy a COD 5 is második világháborús lesz, én már így kapartam a fejemet, hogy nem akartam második világháborút látni már Call of Duty-ban, de attól függetlenül elkésmerő. A COD 5 az egy élvezetes játék volt, és multiplayer szinten is kifejezetten élveztem, főleg mert COD 2-höz képest egy nagyon nagy lépés volt. És ugye most elérkeztünk oda, ahol úgy néz ki, hogy a Call of Duty megint visszatér a második háborús gyökereihez, és kétség nem fog hozzáférni, hogy akárhonnan nézem, akármilyen csépelt már a COD, és akármilyen unalmas, még mindig a piacon el lehet mondani, hogy egy domináns cím, és hogyha megjelenik, akkor a gémerek azért fel fognak rá figyelni, és kíváncsisággal nézelődnek, és amikor olcsó lesz, biztos, hogy megveszik nagyon sokan, ha másért nem, csak azért, hogy egyszer-egyszer bekapcsolják és játsszák, és mindenképpen meghatározó játék tud lenni a piacon a Call of Duty 2. Na de viszont nekem, tehát személyesen nekem, én úgy érzem, hogy a COD-nak őszintén szóval le kéne állnia, mondjuk ugye 10 évre egy darab Call of Duty se legyen, na jól nem, 5-6 évre, de azt hiszem, hogy le kéne állnia, hogy tényleg ilyen generációs frissítés legyen ebbe az egészben, mert nem az a baja a COD-nak, hogy rossz játék, meg hogy nincs benne elég újítás, mert évről évre rengeteg újítás van, és COD 4 óta más nincs, csak újítás benne, hanem az, hogy ez már túl sok, túl gyorsan, túl sok. Nincs idő kielvezni. Itt van például ez a Infinite Warfare és Modern Warfare Remastered, és mostában játszok eleget az Infinite Warfare-rel is, egy barátom révén, és élvezem a játékot. A Modern Warfare Remastered-et kifejezetten élvezem, és a Raven Software elismerésre szól, én azt hiszem, hogy ez egy igazi Remastered. Tehát nem, hogy feljavították csak grafikailag, hanem hozzáadtak dolgokat, és számomra egy remastered azt jelenti, hogy hozzáadok dolgokat a játékhoz, nem csak grafikailag felhúzom, mint például a Skyrim-mel csinálták, hát rányomtak egy skint, aztán nesze szebb is, színesebb is, részletesebb is, és akkor Skyrim. legyetek boldogok vele, és ezért elkértek pénzt. Na most annak ellenére, hogy a Call of Duty 4 Remaster csak 20 euró összegnek felel meg, és amit tartalmat hozzáadtak, még hogyha az egyeseknek tetszik, másoknak nem is tetszik, amit tartalmat hozzáadtak, beemeli azon játékok közül, amiről azt mondom, hogy egy remasteredként egy jó munka, gyönyörű, tényleg szép lett a grafika, és hozzáadtak plusz, hozzáadtak extrákat ezekkel a skinekkel. Szerintem ez egy jó munka. Viszont nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem a második világháborús ennyi év után is, de már az elég sok év, tehát ennyi év után is kicsit soknak tűnik. Lehet azért, mert hogy ezen évet alatt is néha-néha bekapcsoltam egy világháborús játékot, nem tudom, de úgy érzem, mintha tegnap játszottam volna COD 2-vel, és már itt van a másik. Lehet, hogy ez csak az én fasságom, nem tudom ti, hogy vagytok velem. Viszont mi lenne a ti elképzelésetek? Mit várnátok ti a mostani Call of Duty-tól, hogy mi legyen benne, mi legyen az, amit megcsinálnak, mit látnál szívesen, és azt kell mondjam, most így, hogy elérkeztünk így 2017-ben, az adott kodban, ha csak nem azt fogják csinálni, hogy remake-elnek mapokat az MW2-ből, biztos, hogy lesz olyan is, bocsánat, MW2, COD 2-ből, biztos, hogy lesz olyan is, hogy remake-elnek egy-két mapot COD 2-ből, és ezért lesz pofájuk pénzt elkérni, de azt kell mondjam, hogy jelenleg beépíteni a játékba sokkal-sokkal több opció van, esetleg több fegyvert tudnának hozzáadni, kísérleti fegyverek, és esetleg jobb challenge-eket tudnának hozzáadni, hogy feloldjunk fegyvereket, skineket esetleg, valami olyasmit mondjuk, mint a Battlefield 1 csinál, ilyen gravírozott skinek a fegyverekbe, kísérleti fegyvereket adhatnak hozzá, amelyek csak második világháborúban jelentek meg, és egy tényleg Ausztráliától Amerikáig, Európán át, Ázsián keresztül mindenféle fegyvereket hozzá lehet adni, kísérletieket, használatban lévőket, ugye például Japánban a katonák és a tisztek szamuráj kardot hordtak magukkal, szóval egy olyan széles skálában adhatnak hozzá fegyvereket most, hogy a második világháború tényleg egy jó játékot lehetne kihozni belőle, hogyha használni fogják a fantaziát, és megdobják, hogy most biztos lesznek szupli dropot, de lehet, hogy ki tudják színesíteni azt, hogy ázsiai régió szupli dropok, vagy európai régió szupli dropok, amerikai, ausztrális, tehát tényleg így biztos vagyok benne, hogy meg lehetne csinálni nagyon jóra, és most, hogy így azt felnövekedett egy új generáció, aki nem feltétlenül tud annyit a második világháborúról, hogy zajlott, mint zajlott, miért zajlott, és milyen fegyverek voltak, vagy esetleg nem játszott annyit ezekkel a játékokkal még akkoriban. Azt hiszem, hogy a COD igazán nyelbe ütheti, hogyha nem kúrja el, hogyha tényleg fantáziát raknak abba, és úgy feldúsítják. Nem kell csinálnunk semmi újat, tehát semmi extrát, csak legyen egy jó, hagyományos, megbízható szervereken futó Call of Duty, ahol a lövés élvezet, és regisztrálnak jól a szerverek, és azzal, mint gamer, mint játékos már elégedett leszek, hogyha a nyers kor magja a játéknak precízen fut, és hogyha ezt még ki fogják tudni használni ilyen extra jó fegyverekkel, jól kinéző grafika, fantasztikus pályákkal, jó tartalommal, esetleg valami újat kitalálnának a supply dropok helyett, vagy valami új koncepcióba helyeznék, hogy tényleg könnyebben elérhetőek legyenek ezek a extrák a játékban, mert például, hogyha most egy Infinite Warfare-rel elkezdesz játszani, vagy egy Modern Warfare-rel Remastered-rel elkezdesz játszani, úgy érzed, hogy 10-20 év nem lenne elég arra, hogy megszerezd a kívánt fegyvert, a kívánt szint, vagy skint a fegyveredhez, mert egyszerűen az egész úgy van megcsinálva, hogy szinte lehetetlen legyen megszerezni, és pénzt kelljen kiadni érte. Szóval, hogyha nem nagyon ebbe mélyednek be, hanem abba, hogy a játékosok rövid és belátható időn belül megkapják azt a skint, azt a fegyvert, amiért áhítoznak, akkor nagyon nyelbe üthetik valamit, de hogyha ezt az útvonalat fogják követni, ahol szinte lehetetlenség megkapni azt a fegyvert, azt a skint, azt a bármit, amit szeretnél, tényleg szinte lehetetlenség megkapni, akkor legyen akármilyen, hogy ez a másik világháború el fog úszni, mert a Sokat beszéltem annó a gamerpszichológia videókban Call of Duty-val kapcsolatban, hogy nem lesz meg a jutalomforrása a játéknak. Az már manapság nem feltétlenül jutalomforrás, hogyha behívom a killstreakemet, hanem az is, hogy azzal a fegyverrel és azzal a skinnel játszhatok, amivel szeretném, és azt egy belátható időn belül szeretném megszerezni, anélkül, hogy egy vagyont kelljen még pluszban rákölteni arra, ami már kész vagyon amúgy is, amikor megjelenik. És ez egy, úgy gondolom, hogy ez egy fontos aspektusa lenne a játéknak, úgyhogy meglátjuk. Lehet egy nagyon jó döntés, vagy valószínűleg egy jó döntés a másik világháborúba tenni a játékot, csak tényleg remélhetőleg, hogy most hallgatnak, tényleg hallgatnak a közösségre abból a szempontból, hogy egy kicsit hova alakítsák a játékot, és reméljük, hogy az Activision, a nagy mumus nem fog bele szólni annyira a designereknek a fantáziájába, hogy mit csináljanak ezzel a játékkal. Srácok, várom a véleményeket, s ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, következő videóig. Sziasztok!